Magyarok kenyere, megyei elismerések. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 24-én 18 óra 5 perckor. A Városháza előtti téren az új búzából őrölt kenyér ünnepét rendezték meg. A Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók magyar gyermekeket segítő szervezeteknek. Határainkon innen és túl, közel 100 ezer határon inneni és túli magyar gyermek és család mindennapi kenyeréhez járulva ezzel hozzá. A 11. éve indult program egyik megyei gyűjtőhelye volt városunk is. A város háza előtti téren az új búzából őrölt kenyér ünnepét rendezték meg. A magyar gazdáknak hála, a program első évében összegyűjtött 10 tonnát egy évtized alatt sikerült 100-szorosára növelni, hiszen a búza adomány tavaly már az 1100 tonnát is meghaladta, és idén még ennél több is várható. A búza adományokat augusztus 20-áig Magyarországon 96, Külhonban további 170 helyszínen fogadták, az adományozott búzát pedig anyaországi és határon túli magyar malmokban őrlik majd meg. A program keretében a karcagi városháza előtti téren tartott kenyérünnepen ünnepi beszédet mondott Szepesi Tibor polgármester. A hagyomány szerint az aratás után Szent István napra sütötték az új búzából készült első kenyeret. Mivel az új búzából sütni először augusztusban lehetett, ezért ezt a hónapot az új kenyér havának is nevezzük. Az ember legalapvetőbb élelmiszere a kenyér. Az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. Elmondhatjuk tehát, hogy Szent István művével, a magyar állam megalapításával népének immár több mint 1000 éve életet, megélhetést, azaz kenyeret biztosított. Az új lisztből készült kenyér az ünnepi asztal ékessége lett, és jelképévé vált az államiság ünnepének. Az augusztus 20-ai állami ünnepen a nemzeti szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a haza összekapcsolódik. Előttünk tehát az új kenyér. Idei búzából, frissen őrölve, dagasztva, sütve. Látjuk a szépen sült formáját, érezzük illatát. De mekkora utat tett meg a vetőmag, mire idáig jutott. Gazdák szorgos kezei munkálkodtak azon, hogy a megfelelően előkészített, megművelt földbe időben bekerüljön a vetőmag. Gondozták, ápolták, kezelték, hogy bőséges termést tudjanak aratni. Az aratás után az összegyűjtött búzaszemek a malomba kerültek, ahol dolgos kezek vették gondozásba. A liszt a pékségekbe került, ahol a hozzávalókkal való dagasztás után a kemence melegében ízesre sült, finomra, kívánatosra, majd így kerül a családok asztalára. De a munka itt nem ért véget, mert a gazdák a következő évre, évekre is kell, hogy gondoljanak. Amikor mi ősszel az új kenyeret szegjük, akkor ők már a következő évi aratáshoz készítik elő a földet, hogy időben tudjanak vetni, melyből majd újra gabona, a gabonából liszt, és abból majd újra kenyér lesz. És ez a körforgás, az élet körforgása hosszú évek, évtizedek, évszázadok óta zajlik a megszokott rendben, itt a Szent Istváni Kárpát-medencében, úgy, hogy azt Isten kegyelme tartotta, és tartja meg ezután is. Ezt a kegyelmet azonban csak akkor kapjuk meg, ha elfogadjuk Szent István örökségét, és az ő erkölcsi útmutatásai alapján megtartjuk hitünket, családunkat, közösségeinket, városunkat, nemzetünket. Isten áldja Magyarországot!
Köszöntőt Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke mondott. Nagy megtiszteltetés, hogy augusztus 20-án a Magyar Állam alapításának, születése napjának egyik ilyen meghatározó eseményén a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program új kenyér ünnepén is jelen lehetünk. Ez a munka, ami egy évvel ezelőtt kezdődött, és a gazdák az általuk előkészített földbe elvetett magot gondozták, a teremtő esővel, finom harmattal táplálta, majd az érett gabonát a gazdák betakarították, a molnárok liszté őrölték, és a pékek kenyérré sütötték. Ez az, ami a mi mindennapi betevőnket biztosítja. De sajnos nem teheti ezt meg mindenki, hogy minden nap friss betevő kerülhessen az asztalára. Nem mindenki teheti meg, hogy friss kenyérrel örvendeztesse meg a családját saját erejéből, bár egyre kevesebben vannak, hála a Jóistennek és a gondoskodó kezetnek, de mindig oda kell figyelnünk arra, hogy vannak még elesettek, és ahogy az ősidők óta örök érvényű igazság, amíg lesz ez a föld, aratás is lészen, addig lesznek rászorulók is, akiknek ez a program a gazdák önzetlen felajánlása fogja a friss kenyeret, a mindennapi betevőt biztosítani. A program megyei stafétájára a sütőlapátra karcak nevében Szepesi Tibor polgármester kötött szalagot, majd Huba Imre Csaba, a karcagi nagykungazdakör elnöke átadta a sütőlapátot Gönczi Andrásnak, a kunhegyesi gazdakör elnökének, a jövő évi program egyik rendezőjének. Az új kenyeret megáldotta nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes, megszentelte Gulyás Zsolt plébános. A kenyeret Ács András karcagi gazdálkodó szegte meg. Ünnepélyes keretek között adták át szerdán a megyei önkormányzat díjait és kitüntető címeit. A megyeháza dísztermében rendezett eseményt ezúttal is hagyományőrző műsorok, táncok színesítették. A magyar nemzetben a jászokkal és a kunokkal mindig felül tudott kerekedni a történelem megpróbáltatásain. A veszteségeket követően újra és újra talpra álltunk. Államiságunkban pedig megmaradtunk, utalt az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk jelentőségére megnyitó beszédében a megyei közgyűlés elnöke. Huba Imre felidézte, az elmúlt évi díjátadó ünnepségen kénytelenek voltak szűk körben ünnepelni, most azonban már szabadon köszönhetik azokat a kiválóságokat, akik a megye gazdasági és társadalmi fejlődésében oroszlán részt vállalnak. Az idei évben átnyújtott elismerések különösen fontosak számunkra, hiszen államiságunk 1021. évében is Szent István királyunk korához hasonlóan emberpróbáló időket élünk. Küzdelmes másfél évet tudhatunk magunk mögött, ami alatt önök, az emberiség és a társadalmi berendezkedésünk alapjait fenyegető világjárvány idején soha egyetlen percesen tévesztették szem elől, hogy a valódi értékeket óvják, védjék, ahogy teszik ezt hosszú évek óta tudásuk legjobbát nyújtva. A rengeteg munka, tehetség és szorgalom megérett az elismerésre, és nekünk az önök Szent Istváni erényeire egyre nagyobb szükségünk lesz a jövőben is. Amikor az életünk és a gazdaságunk mellett közösen nap mint nap meg kell majd védenünk a keresztény államiságunk ezredéves vívmányait is, hiszen számunkra idegen erők próbálják felszaggatni a hagyományos értékrendünkből fakadó gyökereinket és a teremtés rendjével szemben álló globális ideológiákkal fenyegetik hazánkat, családjainkat és gyermekeink jövőjét egyaránt. István király célja a Kárpát-medence egységének megteremtése, egy erős, keresztény, gondoskodó magyar állam létrehozása volt, ám tudta, hogy egy népnek, mely saját törvényei és saját hagyományai szerint akar élni, szuverenitásáért folyamatosan meg kell küzdenie. Mindig is katonák voltunk, és annak is kell maradni. De a mai nap legyen az ünnepi.
és mi itt, az Alföld szívében higgyünk az államiságunk vívmányait értető ünnepeink teremtő erejében. Ahogy abban is hiszünk, hogy a szuverén magyar állam által képviselt társadalmunk legkisebb egysége a férfi, a nő és a gyermek alkotta család és a mi jövőnk, az ő jövőjük is egyben. Ahogy Szakonyi Károly, Kossuth és József Attila díjas író mondta, a család mindennek az alapja, és ahogy a családok élnek, úgy él a nemzet is. A magyar nemzet benne a jászok és a hunok a történelem megpróbáltatásain mindig felül tudtak kerekedni. A veszteségeket követően újra és újra talpra tudtunk állni. Államiságunkban megmaradtunk, és ha időnként megfogyatkoztunk is, végül mindig megsokasodtunk. Országunk, megyénk és településeink vezetőinek munkája ezért is kell, hogy államalapító Szent István királyunk bölcsességén nyugodjon, mert felelősek vagyunk a ránk bízott közösségért és az általunk meghozott döntésekért, feléjük elszámolással tartozunk. Nehéz időkben Szent Királyunk álhatatosságát és szilárd elkötelezettségét kell örökül hívnunk, aminek köszönhetően több mint 1000 éve megállja a helyét a magyar állam Európa közepén. Ez a mi útunk, és erről az útról nem térhetünk le a jövőben sem. A megyeházán a díjátadó ünnepségen néhai Dobos László polgármester posztumusz Jászlajkun-Szolnok megyei díjban, a Kargó Kft. Jászlajkun-Szolnok megyei gazdasági díjban, Karcagi Nagy Zoltán nótaénekes Jászlajkun-Szolnok megyei közművelődési díjban, a Kátai Gábor Kórház dolgozói Jászlajkun-Szolnok megyei egészségügyi díjban, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona Jászlajkun-Szolnok megyei szociális díjban, Domokos Gyula a Jászlajkun-Szolnok megyei kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője Jászlajkun-Szolnok megyei önkormányzati és közigazgatási díjban, Cókoly Viktor nyugalmazott tűzoltó őrnagy Jászlajkun-Szolnok megyei rendészeti és közbiztonsági díjba részesültek, többek között a teljes díjazottak listája elérhető média felületeinken. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!